Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Egy ideig a világ legnépesebb országa volt, talán minthogyha most már India megelőzte volna Kínát, és hát úgy tűnik, hogy 60 év után most először meghaladja a halálozások száma a születésekét. Ez mit jelent gazdasági szempontból? Érződnek-e már ennek a hatásai? Alapvetően egyet kell értsek ezekkel az adatokkal, illetve nyilván ezeket a számokat látjuk mi is. Azt látjuk, hogy az előző évhez képest kb. 850 ezer fővel, viszont az elmúlt két évhez viszonyítva, tehát 2022-höz viszonyítva, több mint 2 millió fővel csökkent Kína népessége. Ugye ez köszönhető leginkább az 1970-es évek egygyermekes politikájának, ami ehhez vezetett. Egy elöregedő népességről van szó, ami jelentős hatással lesz a gazdaságra, hihetetlen nagy terheket ró. Jelen pillanatban azt éli meg Kína, még Európához képest, illetve a fejlett világhoz képest azért még mindig alacsonyabb, de már 44 év az átlag életkor, ami azt jelenti, hogy ez egyre-egyre magasabb. Ezek a megnövekvő terhek az előregedő társadalomra nyilván gazdaságilag, illetve az egészségügyre, illetve nyugdíjszolgáltatásokra rendkívül magas terheket ró. Mennyire magasakat egyáltalán, amiket említett nyugdíjrendszer van-e Kínában, ami mondjuk ezeket a költségeket kifizeti, vagy továbbra is mindenkinek a saját megtakarításaiból kellene kigazdálkodnia az öregségi ellátását? Alapvetően van egy minimális, viszont nyilván egy ilyen nagy népességű országnál, illetve az ázsiai országokra nem feltétlenül jellemző, ezért így kell ezeket a nyugdíjszolgáltatásokat akár privatizált formában megoldaniuk a kínai gazdasági szereplőknek. A kínai gazdaságot diagnózis szempontjából a vérszegénységhez tudjuk talán a leginkább hasonlítani. Továbbra is elnyomott fogyasztókat találunk, miközben az árutöbletet nagyrészt Amerikába, illetve az európai országokba viszik. Ez azt jelenti, hogy egy GDP növekedés 2022-ben körülbelül 3% volt, ami a 2021-es év 8,1%-ához képest azért ez egy hihetetlenül nagy visszaesés, és a következő évekre sem prognosztizálunk egyébként magasabbat, tehát a 2024-2025-ös évre 4,5% alatti gazdasági növekedést várunk. Ez főként egyébként a zero covid politikának volt köszönhető. Mi a kínai kormány válasza erre? Tud egyáltalán válaszolni erre a kérdésre? Úgy értem például, hogy megemeli a nyugdíjkorhatár, vagy más jellegű, esetleg plusz adókat vet ki, arra kényszerítve az embereket, hogy kezdjenek el akár állami rendszerben gondolkodva megtakarékoskodni, hogy aztán az később kifizethető legyen a számukra. Valóban ez egy nagyon égető kérdés, én azt gondolom a kínai gazdasági politikának, illetve a kínai kormánynak, hogy erre megoldást találjanak. Rendkívül sok szektor volt, ami ezeket támogatta, de azt is látni kell egyébként ebben az esetben, hiába vezetnének be bármilyen intézkedéseket, jelen pillanatban például a munkaerőpiac is csökken. Folyamatosan, hogyha megnézzük a szolgáltatott adatokat, egyrészt a beszerzési indexek azért valamilyen szinten azt mutatják, hogy a kínai gazdaság azért a jelen helyzetben éledezik, viszont a munkaerőpiac az egyre inkább csökken. Ennek az oka több pontban nyugszik. Egyrészt a nyersanyag, a munkaerő, illetve az energiaköltségek is emelkednek az elmúlt időszak éves adataihoz képest. Ez azt mutatja azért, hogy a kínai megrendelések száma is folyamatosan nő, ezáltal valamilyen szinten próbálja a kínai állam a gazdaságot is növelni. De arra is vissza kell gondolnunk, hogy az ingatlanpiaci boom mekkora problémát okoz most jelen pillanatban. Gondoljunk csak vissza arra az időszakra, ami a hongkongi Evergrande építkezést érintette. Ugye ez a legnagyobb ingatlanpiaci botrány most Kínába, olcsó hitelekből húztak föl hatalmas lakóépületeket városfalvakba, de ezek a pénzek jelen pillanatban továbbra is ott állnak, ennek a fedezete maguk ezek a lakóépületek voltak, amik meg sem épültek. De nincs is rá igény, tehát folyamatában azt látjuk, hogy az ingatlan piac is halad egyre lefelé. Az elmúlt évben már csak 5,2%-os GDP arányt tett ki ez. Tehát ha visszatérünk az eredeti kérdésre, én azt gondolom, hogy ez azért rendkívül sok sebből vérezhet, főleg az elkövetkezendő időszakban, viszont ha a prognózisokat vesszük alapul, és a kínai társadalom csökkenését figyeljük, ezek nagyon távlati célok, de 2100-ra akár megfeleződhet a kínai népesség, így nem feltétlenül kell szerintem ebben gondolkozni a kínai államnak hosszú távon. Devizapiacon mit okozhat mindez egyébként a yuan esetében? Azért a korábbi időszakban is érte időről időre olyan vád a kínaiakat, hát
persze főleg az amerikaiak részéről, hogy mesterségesen gyengítik a juant. Valóban ez egy olyan politika, egy olyan gazdasági politika, amivel az exportpiacot szeretnék erősíteni. Ez az exportpiac erősödés nyilván a mai napig is nagyon-nagyon fontos, hiszen amit beszéltünk, ugye olcsóbb még mindig a nyersanyag, habár ez is már emelkedőben van, illetve a munkaerőköltségek is azért már jelentősen nőnek. Így lehetséges az is, hogy más irányba haladnak el majd az export, illetve gyártási tevékenységek Dél-Kelet-Ázsiában, viszont azt is látjuk, hogy az elmúlt időszakban Kína nem váltotta be azokat a úgymond idézőjelek között váltott reményeket, hogy világpiac vezetője lenne. Tehát ezek nem történtek meg az elmúlt időszakban, és nem is fog megtörténni várhatóan már. A további piaci szereplők egyébként a juan drasztikus leértékelődését várják, ahogy ön is említette az imént, viszont tekintettel kell lennünk arra, hogy hihetetlen magas devizatartaléka van egyébként a Kínai Nemzeti Banknak, és abban az esetben, hogyha drasztikus leértékelődés történne, ami ugye az emberek számára, a kínai emberek számára magas terheket róna továbbra is, tehát egy értéktelen pénz, látjuk azért ezt Magyarországon is, hogy egy elértéktelenedés azért mihez tud vezetni. Kína a saját maga szempontjából is azért valamilyen szinten ellent fog ennek állni, és a mi várakozásunk szerint akár saját juan vásárlással is, tehát akár mint egy részvényeknél ugye saját deviza felvásárlásával fogják fékezni a drasztikus gyengülést.